Az ősz beköszöntével számos madárfaj kell Magyarországról is útra, de itt a Balmazújvárost körül ölelő területen egyre több madárfaj gyűlt össze. Milyen madarakkal találkozhatnak azok, akik ide esetleg kilátogatnak, érdeklődnek ez iránt, illetve hát meghatározó az ősz során a daruvonulás? Igen, ha ősz, akkor a hortobágyon a daru, a madarunk. A daru mellett azért most már így október vége fele megérkeznek az északi tundráról a varludak is, és találkoznak itt az itt fészkelő nyári ludakkal. Tehát aki kijön most, az igazi madárvonulásban lesz része, vagy inkább madármozgásban. Darvak, nagylilikek, nyári ludak keverednek tőkésrécékkel. Ugye ez a alapfajaink, amit még azért a laikus emberek is ismernek, de aki kicsit madarász, vagy van egy jobb távcsöve, vagy egy picit belemélyed a szakkönyvek világába, akkor az szerencsével felfedezhet igazán ritka madarakat is, mint a vörösnyakúlúd, a páncalúd, örvöslúd, fütyülőrész, hát le lehetne sorolni sokáig. Szerintem ilyen októberben, aki egy napot eltölt itt a Balmazújvárost környéki pusztákon, vizes élőeken, egy 50-60 madárfajjal tud találkozni. A daruvonulás, ahogy a nevében is rejlik, ugye nem költöző madarakról beszélünk, hanem átvonulnak tulajdonképpen Magyarországon, megpihennek itt Balmazújváros határában is. Igen, a daru egy vonuló madár, most már nagyon sokat beszéltünk róla, szerintem már nagyjából mindenki tudja, hogy Skandináviából érkeznek, a legtöbb Finnország és Svédországban költ, és akkor Németországot érintve jutnak el a magyarországi őszi gyülekezőhelyekre. Egyszerű a képlet, nagyon jó kukoricaföldjeink vannak kivéve az idén, a Hajdúháton, és az jelenti nekik a fő táplálékforrást, nekik itt fel kell hízni igazából tavaszra, tehát ebben a kondícióval mennek majd vissza a fészkelőhelyre, és ezt befolyásolja, hogy ott milyen sikeresen fognak költeni. Tehát ők itt bekukoricáznak, és utána egy picit még az éjszakázás előtt bejönnek a pusztára legelni a zöld növényzetből, most szerencséjük van, mert a szeptember esők bezöldítették az egész pusztát. Legelnek egy picit, és akkor az alkalmas vizes élőhelyeken, mint a Balmazújvárosi Nagyszék, ahol most állunk, itt töltik az éjszakát. Az éghajlatváltozások, illetve az, hogy a kukoricatermésünk mondjuk most gyengébb volt, vagy kevesebb volt, mennyire befolyásolja most, illetve az évek során a daruvonulás útvonalát? Nagyon érdekes, és nagyon vártuk ezt az évet, pontosan ami elhangzott. A kukoricatermés ugye az nagyon gyenge, és nagyon száraz év volt. A szeptemberi esők hatására megjelentek ezek a pusztai kisvizek, és a daru azt csinált, amit még eddig soha, ami minden egyes területet átfésült, hogy hol van a táplálék, ugye nem lehet azokat az igazi nagy hajdúháti egybefüggő kukoricatáblákat, amit pont most októberben aratnak, ezek elmaradtak, vagy már levágták, mert nem volt termés, vagy most kezdik, de ugye nagyon kicsi a termés, ezért ugye az elszóródott magoknak az aránya is nagyon kevés. Tehát elkezdtek táplálék után kutatni, így az egész Hortobágyot és az egész Hortobágy menti mezőgazdasági területeket bejárják, ez úgy tudjuk is, hogy a kis hortavai táj ez nagyjából 200 ezer hektáromos szétterült ez a daru mennyiség, és az előző évekhez képest, amikor 1, 2 vagy 3, 4 jelentős éjszakázó helyeken gyülekeztek, és nagyon látványos volt a megfigyelésük, a több tízezer madár volt egy helyen, ez teljesen megváltozott idén, 30 helyen éjszakáznak, viszont a számuk érdekes módon nem változott, ugyanannyi van. Nem mentek tovább, a legutóbbi számlálás alapján közel 140 ezer daru van most a Hortobágyon, és az egész Magyarország területén pedig egy picivel több mint 180 ezer. Tehát ez egy jelentős szám, egyáltalán nem csökkent az előző évekhez képest. Csupán annyi történt, hogy szétszóródtak a területen, és nagyon sok helyen éjszakáznak. Ez a bemutatás szempontjából egy picit kedvezőtlen, nem olyan látvány, és sok helyre kell menni, és akkor nagyon szép számban meg lehet őket számolni. Magyarország megfelelő éghajlat szempontjából akkor a tél eltöltésére a darvak számára változhat ez? Van-e olyan tényező, ami ezen változtathat? Ugye
hogy a klímaváltozás káros hatásait mindenki érzékeli, ez a tél elmaradása, illetve a csapadéknak a kiszámíthatatlansága, ami mostan érezzük még. A csapadék mennyiség az nagyjából megvan, az eloszlása az rossz, most szeptemberben esett, néha nyáron esik, viszont télen, november, december, január hónapokban, amikor a hónak is esni kellene, az teljesen elmarad. A darunak ez viszont kedvező. Tehát régen, amikor kemény telek voltak, akkor a daru lement egészen Észak-Afrikáig, sőt, Etiópia bizonyos részeit is elérték a távolabbi elvonuló madarak. Idén, illetve a tavalyi év, illetve az elmúlt pár évben a Kárpát-medence és Magyarország szerepe is a telelésben megnövekedett. Tehát a daru már nem száll át feleslegesen a földközi tengeren Afrikába, hanem itt marad, nincs hó, tudjuk, kedvezőbbek a táplálkozási viszonyok. Igazából a hó mozgatja meg. Még a hideget bírja a daru, a Skandinávból jön, ott azért tapasztal még hidegeket áprilisban, viszont a havat nem bírja, mert a hó letakarja a táplálkozó mezőket, akkor menni kell neki. Ez az utóbbi időben elmaradt, ezért jelentős számban itt telel. Balmasz környékén még kevesebb, de Szeged környékén, a Dél-Alföldön, illetve Szerbiában már jelentős mennyiségek telelnek az előző évekhez képest. Az itt telelő egyéb madárfajok hogyan befolyásolhatják, befolyásolják-e az ő jelenlétüket? Nem, ő egy közösségi madár, tehát nagy csapatokban vonul, ez két okból teszi. Egy, hogy közösen a táplálékot könnyebb felfedezni, egymást figyelve megtalálják a kedvező táplálékforrást, illetve a ragadozók elleni védelem. Tudjuk nagyon jó, hogy mindig a ragadozó a szélső egyedeket veszi ki a csapatból, és azért mindenkinek az a cél, hogy befele tömörüljön a közepébe, de ez egy ilyen kis kölcsönös együttműködés. És ez a két tényező befolyása, hogy együtt vannak a darvak, és nem félnek további vízi madaraktól sem, tehát récékkel és ludakkal is szívesen töltik együtt a táplálkozó területen és az éjszakázó helyen is az időt. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi jelentheti rájuk veszélyt, illetve ez milyen arányban jellemző vagy jellemző-e, hogy elpusztulnak itt egyedek, madarak? Ugye kettő dolog lehet, a direkt elpusztulás, ami Magyarország viszonylatában, ahol a természetvédelem meg a törvények elég szigorúak és nagyon jó védjük őket, ez biztosítja az ő számukra a nyugalmas táplálkozó és pihenőhelyet. A másik viszont a zavarás, ahogy említettem, neki nagyon fontos, hogy itt meghízzom. Tehát elkezdjük zavargatni, akkor nem tud annyit enni, és ez befolyásolhatja majd a tavaszi produkcióját, hogy hány fiókája lesz. Egy vagy kettő, ugye ez a kettő szokott lenni. Ha nagyon rossz kondícióban, akkor csak egy lesz, nem lesz kettő, és így hosszú távon a populáció csökkenhet. Ezt ugye nehéz mérni, most jelenleg egy stabil populációja van. Ködös napokon fordulhat-e az elő, hogy neki szállnak légvezetékeknek, és akkor elpusztulnak. Ugye ez az egyik nagyobb, a legfontosabb, azt hiszem a daru szempontjából a legnagyobb veszélyeztető tényező. Ez nagyjából azért megoldott lett a Hortobágyon legalábbis. Minden légvezeték föld alá került Hortobágyi Nemzeti Parkban, főleg a daru védelme szempontjából, illetve a áramszolgáltatókkal kötött együttműködések alapján a parkot övező mezőgazdasági területen viszont ilyen jelzők vannak felszerelve a légvezetékekre, ami mutatja a darunak, így villog, csillog, és még ködös napokon is összegyűjti azt a kevés fényt, és mutatja a darunak, hogy ott valami baj van. Hát ezt nagyon nehéz megoldani a nagy légvezetéket, az a hatalmas, nagyon azt ismerjük, az a nagyon nagy, ami Ukrajnából jön, az szokott pusztulást okozni. Vadászat egyáltalán nincs, vadászat direkt lelövés nem ismert, természetesen, mivel ebbe az évnek főleg, nem csak a elhullott kukoricaszemet, hanem a vetést is szereti, meg a frissen vetett búzamagot sem. Ezért a mezőgazdasági károkozásra ebben az évben meglátjuk majd, kezd egy picit jelentősebb lenni, de a gazdálkodóknak megvan a joga, hogy a területeken zavarják a madarat, az nem védett terület a táplálkozók, tehát ők nem úgy, hogy lelövik, hanem riasztással, a jelenlétükkel körbe mennek a földön, nekik megvan a joguk, és így tudnak védekezni a darukár ellen, és akkor ők meg átmennek majd a daruk arra a földre, ahol ezt nem okoz gondot a gazdálkodónak, például egy levágott kukoricának az elhullott szemeit, azt neki mindegy, hogy most mi eszi meg, a daru vagy ott marad a földeken. Tehát igazából jó együttműködés lehet kötni a gazdálkodók és a madarak között, de azt ki kell hangsúlyoznom, hogy egy nagyon jelentős dologról van itt szó, mert a darunak a majdnem a
hát a több mint fele a populációjának Magyarországon van. Tehát nem a környező országban, nem Nyugat-Európában, hanem itt Magyarországon. Tehát magyarul egyetlen ország, Magyarország tartja el a gazdálkodókkal együtt, meg a védett területek együtt, ennek a 180 ezer darunak a táplálékát is ő biztosítja, a sorsáról is ő dönt az Európai Unióban belül, ugye még Franciaország, Spanyolországban van a többi. Tehát ezek az országok biztosítják a daruvonulásban, hogy visszamenjenek Skandináviába. Nem kidobott pénz a védelmük, és tudjuk nagyon jó, hogy a turizmus szempontjából is egy jelentős dolog, hát egyre többen érdeklődnek a daruvonulás iránt. Befolyásolható az, hogy egyébként a daru merre vonul, illetve hogy ez a nagy populáció Magyarországon van, ez nekünk jó? Hát nekünk ez nagyon jó. Kettő dolog miatt. Egy, az újabb kutatások azt mondják, hogy az ember és a környezeti, az ember egészsége és a környezetünk egészsége között irgalmatlan összhang van. Tehát ha egy jó, egészséges környezetben vagyunk, ahol a daru is megtalálja a élőhelyét, tehát egy szép környezetben és a természettel úgymond együtt élünk, akkor nekünk főleg a lelki egészségünkre ez irgalmatlan pozitív hatással van. De azt is kimutatták, hogy nem csak a lelki egészségünkre, mert azt is tudjuk, hogy a lelki egészségünkön keresztül gyakorlatilag a fizikai egészségünkre is hatása van. Tehát magyarul, ha daru, akkor azt mondja, hogy a magyarságnak gyógyszer. Tehát a daru vonulást nézni jelent is nekünk egy ilyen, ugye ők nem vonulnak a klasszikus értelemben a hortalany, kicsit becsapó ez a vonulás szó, hanem ő azt jelenti, hogy a mezőgazdasági területről jön a éjszakázó helyre, és ki, tehát egy belső mozgásról van szó, de puszta olyan nagy és vége láthatatlan területekkel is rendelkezik, hogy amikor ők úgy mennek a táplálkozásra, úgy tűnik, mintha ők mennének a végtelenbe, és ez a végtelen utáni vágyakozás, meg ez a kalandozás, ez szerintem a magyarság lelkében van. Helyek egyszerűen csak azt mondom, hogy gyógyszer, emiatt jó. És természetesen a daru vonulás az a turizmusban is, a belső turizmusban, de nagyon jól tudjuk, hogy a külföldiek száma is jelentős, akik idejönnek ezt megnézni. Ahogy mondtam, nincs a környező országban ilyen, tehát a környező országban is idejönnek, és ez a multiplikáló hatása miatt így pénzben is kifejezhető az itt élő lakosság számára. Sokan tekintünk ebben az időszakban az ég felé, mivel halljuk a hangjukat. Aki mégis konkrétan daruvonulást szeretne látni, vagy darvakkal találkozni, hol teheti meg, milyen időszakban van erre lehetőség, hogy direktbe lássák, találkozzanak ezekkel? Hát akár, ahol most állunk, ez a Balmazsasi nagyszék melletti les is alkalmas erre, ez szabadon látogatható mindenki számára, itt van az út mellett, le lehet parkolni és meg lehet nézni. Ahogy mondtam, most a számok elmarad a több tízezertől egy vonuló helyen, itt a Balmazsasi nagyszék az egy 2-3 ezer madárral lehet találkozni. A Hortobágyi Nemzeti Park viszont szervez minden hétvégén, de hétköznap is vezetett túrákat, ahol a honlapjukon lehet érdeklődni ezekről a túrákról, és a munkatársakkal megpróbálják megtalálni azokat a legjobb helyeket, ahol a legtöbb madár van, ez minden héten akár változhat. Illetve az Egyesületünk, a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület, érdemes nézni a Facebook oldalunkat, ott hirdetünk ilyen ingyenes vezetett túrát, ami a live projektünkhöz kapcsolódik, de már volt is ilyen, amikor a daru a háttér, ugye mindig bemutatjuk a live területünket, a vizes élőket, és mindig van egy háttér, a daru a következő november 13-án lesz, ahol a vadludak lesznek a hátterek, egy kicsit persze a daruval összekeveredve. Tehát mindenki megtalálhatja, illetve a Turinform irodákban lehet érdeklődni, nagyon sok helyen biztosítanak lehetőséget a megfigyelésükre.